Sziasztok, ez itt a Wolf of Wall Street, az a Wall Street Farkas a című film Steelbook Blu-ray változata. Ja, nekem megvan ebből is a sima, jó, szóval azt is bemutattam nektek, az is eladósorba került ezzel együtt. De láttam, hogy 4000-re is már beszerezhető a Steelbook, hát mondom, akkor ugorjunk rá. És így is lett, utolsó darabok talán egyikét tudtam beszerezni, és egy teljesen új Steelbook, ahogy az előző is az volt, ami a Mad Max-es Blu-ray, amit mutattam be, nem használtak, de ez még sokkal olcsóbb módon beszerezhető, ugye ez egy sima változat, 2D-s, nem 3D-s, és egyébként kiadása van szerintem kicsit csekélyebb kinézetre, kicsit látszik, hogy oda van tapasztva konkrétan Leonardo DiCaprio egy ilyen, nem tudom, egyszerűen tapasztott valami papírral, és a körötte lévő rész az viszont már ugye a fénytok maga, viszont DiCaprio nem, és nekem ez egy kicsit olyan fura. De viszont jól kihozza azt, amiről a film is szól, és ahol a Wall Street farkassa maga, vagy a DiCaprio, lehet, hogy direkt is van ez az érdekes megoldás ez miatt is, hiszen a filmnek van egy érdekes humora is, ugye, ami sikert hozott, és talán ez is azt akarja még jobban erősíteni. Készítőkben láthatjuk ugye itt a film címeit, a főszereplő, ja, a Wall Street farkassa című film, majdnem 3 órás is, Martin Scorsese gangster filmje, és valamilyen szinten összefogom hajlasz, hogy ez egyben egy krimi is, de egy igazi dramedy, vagy inkább vígjáték majdnem úgy, hogy közben valamilyen szinten egyébként a valóságot mutatja, és azt elmondtam a kritikám, hogy talán gondoltam, és hogy én annó egy-két hónapig dolgoztam egy broker cégnél, és ott kicsit hasonló módokat tapasztaltam. A brokerek milliókat kerestek, hogyha telefonba lemondták az adott dealt, vagy egyébeket, akkor leanyázták mindent, de mindennek elmondták, hogy a filmbe is, és mindig csak a következő bulikat, jaktozás és egyébként tervezgették, illetve azt, hogy mikor fognak egy-két óráig általában a végteremben lenni. Tehát ilyesmik voltak, és meg néhány csajokról is volt szó természetesen. Azért nem olyan durvá, és kicsit talán eltúlozva, mint a filmben láthattuk, de ez ugye a humor erősítése közben a filmben, úgyhogy ritkán lettúlzó. És mindeközben pedig egy ilyen olyan szempontból dokumentarista is a film, hiszen a Wall Street és maga a részvényesek, brokerek élete is elég erőteljesen van kezelve a filmbe. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy egy bravúr volt, hogy ezt nem tudom Martin Scorsese-t, hogy egyszerre tudott minimálisan egy ilyen krimi gangster filmet csinálni, hiszen a rendőrségnek, a kriminek is van szerepe a filmbe. És hát valószínűleg gangsterekről beszélünk, csak broker gangsterekről. És hát maga a brokerségről egy dokumentarista jellege van a filmnek, és hát ott van a humor faktor, ami elég erőteljes a filmben, és sikeres is. És hát van egy eye candy is természetesen, ugye Margot Robbie személyében, aki hát itt, aztán ebben a filmben vett közre, valószínűleg talán először minden magáról, minden tekintetben. Ez is sokaknak tetszett, hiszen Margot Robbie nem csak egyébként egy elég okos szürke színésznő állítól, hanem egy alapvetően is egy elég jó színésznő, és hát jó különítménnyel rendelkezik külső tekintetében. Hát ennyit mondani igazából röviden a filmről, elég sokat beszéltem róla. Van itt is egy leaflet, az év legjobb filmje, Mestermű, nagyon sokan szerették, láttuk életképek a bulizásról, természetesen látható leírás is a filmről röviden. Magyar extrák, magyar felirattal a Farkasfalkkal címmel, Vadulás, a Wall Street Farkas, a Kerekasztal. Na, az jó. Mindig is szerettem az ilyen kerekasztal beszélgetéseket, és ritka, hogy felrakjanak a Blu-ray-ekre ilyeneket, vagy egy rendezőinterjút külön, ami nem egy ilyen szimpla forgatás videó, hanem tényleg egy ilyen elmélkedés, beszélgetés a filmről, a film készítőivel, és hát lehetően készítőitől is. Tehát kevés viszonylag az extra, és szerintem mindegyik hosszú lehet a címből és a stílusával adóban, úgy vélem. Hát nézzük, 1080p-s HD felbontás természetesen, 16.9-es 2.4.1-es alkiparánya, a DTS HD Master Audio magyar 5.1-es hangzás, angol 5.1 és cseh 5.1, úgy látom, hogy erőteljesebb 5.1-es angol hangzásos nem raktak föl, de ez a film nem is olyan típusú talán, hogy ezt föl kell rakni. Film 179 percet, mondjuk 170 durvás távlista nélkül. Feliratok magyar, angol, cseh, román. Képfelbontás pedig tökéletes, illetve változó hangformátum az extráknál. Pro Video adta ki ezt a Blu-ray-t is, 16-án alaknak nem ajánlott. Itt is volt kérdéskör, hogy ne legyen a 18-as, és nem tudom, hogy moziban nem úgy ment.
Azért elég durva a szövegek, jelenetek vannak benne. Jelentettek már előről ilyen, hátulról a gangster, broker és a farkasa, vagy egyben a kettő. Ott ilyen egyszerű, de nagyszerű dizájnt választottak, belőle pedig az egyik jelenetek ünnep, ahol a Margot Robbie-t, ha már annyit vett között be is öltöztetik ki legalább egy kis pénztömeggel. Már nem tudják, mit csinálják a pénzzel, többször kikarikatúrázza ezt a kérdéskört is már a film, hiszen már annyi van nekik, hogy már szórakoznak vele, és szórakozásra is használják azt fel természetesen. Érdekes, nem de bár. És akkor itt van a film, ami egyszerű Blu-ray-t kapott, úgymond ilyen szempontból, ezt mondjuk kicsit sajnálom, mert rakhatok volna valami nyomtatást még rá, de ennyi, hátul pedig láthatjátok DiCaprio-ikat, most nem szedem azért ki, biztos a kedvéért a Blu-ray. Hát így néz ki ez a jó kis kiadvány, remélem tetszett nektek. A sajnálom, hogy kicsit ilyen túl egyszerű kiadásra tűnik, és hogy ez a leaflet is nem aggasztós, tehát lehet, hogy el tud majd tenni. Hát ennyi, az ami talán negatívum benne, de árad nem volt drága, és ott a film nagyon jó, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, vegyétek, nézzétek, de ne rizikózzatok sokat vele. Úgy szerintem tőletek, sziasztok!